a Te is frusztrált vagy néha című üzenet kapcsán felmerült hozzászólásokra szeretnék reagálni, illetve témajavaslatokra. Ugye az egyik kérés az az volt, hogy az elvárásokkal kapcsolatban gondolkozzunk még együtt. És ugye azt mondtuk a frusztráció kapcsán, hogy a csalódottságunk, a frusztráltságunk sokszor abból adódik, hogy helytelen elvárásaink vannak a helyzetekkel, az élettel, és sokszor konkrét személyekkel, emberekkel kapcsolatban. És mivel ezeket a helytelen, irracionális elvárásokat lehetetlen teljesíteni, ezért mindenképpen csalódottak leszünk, hisz az, amire számítottunk, amit vártunk, nem teljesül. Na most az elvárások nem csak ilyen módon tudnak, mondjuk úgy, hogy nehézséget okozni, nem csak a mi helytelen elvárásaink teszik nehézzé az életünket, hanem a kívülről jövő, minket üldöző elvárások is. És erről a kettőről fogok most is, illetve a későbbiekben beszélni. Arról, hogy hogyan lehetnek nekünk helyes elvárásaink, milyen elvárás jó és milyen elvárás rossz, hogyan viszonyulhatok én úgy az élet kategóriáihoz, emberekhez, hogy az a viszonyulásom ne vezessen a végén csalódottsághoz, frusztrációhoz. De ugyanígy szeretnék most arról beszélni, hogy hogyan viszonyuljak azokhoz az elvárásokhoz, amiket velem szemben támasztanak. Ugye, egy követelőző világban élünk, egy olyan világban élünk, amely a teljesítményünk alapján értékel minket, és ezzel egy állandó kimondott, vagy ki nem mondott elvárással van felénk. Legyél szép, legyél okos, legyél udvarias, keress sok pénzt, felelj meg az elvárásainknak. Minden és mindenki hangosan vagy csendben, de követel tőlünk. És ez a követelés egy elég szűk helyre zár be minket. Ez a követelés, hogy úgy mondjam, megkeserítheti az életünket. És ez az, amit fel kellene oldani valahogy. Hogyan lehetek nyugodt, hogyan lehetek kiegyensúlyozott egy olyan világban, ahol mindenki akar tőlem valamit, ahol mindenki többet akar, ahol mindenki jobbat akar tőlem. És hát megint két lehetőség van. Az egyik, hogy megpróbálom megváltoztatni a világot, megtiltom az embereknek, hogy várjanak tőlem. Ez lehetetlen. Lehetetlen, mert egy olyan rendszerben élünk, egy olyan világban élünk, aminek ez az egyik alapjellemzője, alapkategóriája, a teljesítmény kényszer, a teljesítmény követelése. A világ mindig követelni fog. Mindig várni fog tőled. Sőt, az emberek, a természetileg gondolkodó emberek mindig várni és követelni fognak tőled. Ez a menekülési út nem járható. Frusztrált leszel, csalódott, hogyha megpróbálod elvárni az emberektől, hogy ne várjanak el tőled semmit. Nem lehetséges, nem fog működni. A másik lehetőség sokkal járhatóbb, és ez megint veled kezdődik. Neked kell egy olyan módon gondolkoznod, ahol függetlenítheted magad az emberek elvárásától. Habár az ő elvárásuk még mindig fennáll veled szemben, téged ez már nem érdekel. És azt gondolom, hogy a velünk szemben támasztott elvárások azért hatnak ránk, és azért erősek, mert tetszeni akarunk az embereknek. Mert meg akarunk felelni. Mert ott van bennünk az a bizonytalanság, ott van bennünk az igény, az a vágy, hogy másoknak tessünk, hogy az elvárásoknak megfeleljünk, és ezzel a megfeleléssel egyfajta értéket, dicséretet, elfogadottságot nyerjünk. Az embereknek való tetszeni akarás, az elfogadottság iránti vágyunk az, ami kiszolgáltat minket az elvárásoknak. És ahogy ettől a megfelelni akarástól, az elfogadottság utáni vágytól, az embereknek való tetszeni akarástól szabadulni tudsz, abban a pillanatban az elvárások nem terhelnek annyira. Adott esetben még mindig lehetnek zavaróak, de már nem gyötrőek és nem fogják börtönbe zárni az életedet.